megjöttünk a suliba, és az új parkolóba állok egyedül. Szia, Zsófi! Szia, Hege! Szia, Lakatos Brandon! Béci! Szia, Béci! Csinos vagy, köszönöm szépen! Ez itt a bandázós helyét ülnek mellettem a nagylányok. Úgyhogy ez se lesz csendes, legközelebb egyen hátrébb állok, csak féltem, hogy ott nincs internet. Merre megy a menet? Megérkeztünk a suliba, ma mindenki egyszerre fog végezni. Úgyhogy ma nem leszünk olyan sokan. Szeretnéd, ha jönnék? Tehát megint érkeztek hozzánk meghívóval. Köszönjük szépen, hogy meghívóval is itt vagytok, és azoknak is köszönjük, akik csak úgy jöttek, mert megbeszéltük, hogy hánykor jövök. Mizu, minden oké? Csodaszép vagy, imádlak, köszönöm szépen, gyönyörű a helyzet. Milyen autó ez? Hát ez ilyen, ami gurul. Szia, Zotya! Jó, akkor az csak mutatja, hogy fent vagy. Igen, Blanka, de az is lehet, hogy kaptál meghívót, mert a rendszer automatikusan küldi állítólag. Mondjuk csak a benfenteseknek. Nem tudom, kiknek küldi, magától küldi. Ragyogsz, mint a nap. Jobban vagy? Jobban elengedtem ezt az ügyet. Jobban. Jobban. Nem foglalkozunk a selejtel. És aztán itt lezártam a témát. Peter Simon, szia! Jaj, tartozom egy vallomással. Nagyon szép vagy. És a kórházba vagy. Szegény, jobbulást, ha ott vagy. Nem küldte meghívót. Hát jó, hát majd holnap mások kapnak meghívót. Szia, Kevin, köszönöm, hogy itt vagy. Tartozom egy vallomással. Lehet, hogy várnom kéne, amíg egy kicsit többen leszünk. De elmondom előre. Tegnap, aki nálam volt a délutáni live-ban, azt tegyen föl a kezét, mert akkor azt tudni fogja, miről beszélek. Nem láttam semmit a kijelzőn, mert egyszer csak elsötétült. És képzeljétek el, hogy nem láttam a kommenteket, csak úgy félig. Aztán eltett megint egy 20 perc, még jobban besötétült, az égvilágon semmit nem láttam. És aztán ott írogatott nekem, TikTok Oscar nevezetű userünk, akivel álltak személyesen is ismerik egymást, és én végig TikTok sztároztam. Tök ciki, pofámról lesül a bőr, mert én azt hittem, hogy ott azt írja, hát nem láttam semmit. Úgyhogy végig rossz néven szólítottam, de szerintem kb. 60-szor. Nagyon ciki. Most elnézést, ha itt van, ha nincs, majd elmondom, mikor megjön, de ti tudjátok, most már a sztorit. Aloha, Sebastian, aloha, Jancsika, szia! Hát, engem nem lehet semmiből se ki, se bele beszélni. Olyan önfejű vagyok. De köszönöm a kérdést. Isti, nagyon kedves vagy, köszönöm. Direkt ma ezeket a szemeket vettem fel. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Közben félszemem a gyerekeken, mert aki itt nem tudja, a gyerekeimet várom. És figyelem őket, mondjuk pont beálltam a bejárattal szembe. Dancskata, szia! Köszönöm szépen a dicséretet! Várunk egy kicsit, míg kitrollkodják magukat. Itt van a szerelmem, igen? Hello, csak egy tetkós. Nem napközisek. Az első évben megpróbáltuk, nem akarták. Beköszöntem, ma pörgős napom van. Akkor jó pörgést. Energiaitalra fel. Legalább rajongott vagyok, áldjam meg a Jehova téged. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Hát Imre, köszönjük, hogy itt voltál, viszont hallásra. Nem trollkodásból írta.
veszem a lapot. Nagyon sincs ruhát, köszönöm szépen. Mennyi idős vagy, túl öreg ahhoz, hogy válaszoljak? Szia, Manala, köszönöm szépen, sokkal jobban, mint tegnap. Új hét, új remények. De szép a cseje, köszönöm szépen. Köszönöm a követéseket, köszönöm a lájkokat is. 328 lájknál tartunk. Szia, Anita. Pont benne van egy rózsa a feliratba, várjatok. Nem látom a feliratot. Hogy vagy? Köszönöm szépen, szuperül. Jókedvűen indult a hét, remélem, hogy ilyen is marad. A gyerekek nem kölykök, de köszönöm a kérdést, ők gyermekek, vagy gyerekek. 8 és 9 évesek. Igen. Köszönöm szépen. Szia, Erika. Köszönöm a követést. János Lakatos, szerintem biztos a gyerekeimre gondoltál, hogy szépek, mert ők azok. Ma 13:30-kor fognak kicsengetni. Végre össze tudtam fésülni a 2 óra rendet, hogy átlássuk a hetet. Elvileg most már ez marad. Köszönöm szépen. Igen, ez egy Máj 77 ruha, de szerintem itt sokan tudjátok, hogy általában ez az van. Mondjuk kicsit vele kellett nyúlni a fazonjába, mert ez ilyen zsiráfoknak készült, én meg izé vagyok, törpe. Úgyhogy egy csomót le kellett vágni belőle, hogy ne akadjon össze a lábam a ruhámba. Köszi, Kevin! Ha, tudtad, mit válasz, nem? Ugye? Szegény Kevin. Szegény Kevin. És amúgy meg mindenki más is. Már így jobb lesz majd. Hány centi magas vagy? 164. Minden nadrág hosszú rám és minden ruha. Szia, István, még sok boldogságot kívánok neked és a párodnak. Köszönöm szépen, István. Nagyon kedves vagy, és nagyon jól esik. Tényleg nagyon szépen köszönöm. Szeretem, amikor kedvesek vagytok. Tanárnő, már megint elkéstünk az óráról. Beírás lesz. Kérem az ellenőrzőket. Magasabbnak hittelek. Mindenki magasabbnak hisz a videó alapján. Nem tudom miért. Lehet, hogy ilyen nyurgalábú vagyok. Amúgy meg nem. Csinos. Köszönöm. Köszönöm a követést. És ahogy megint beszóltam, hogy hogyan állunk a lájkokkal, 1300-ra érkeztünk. 1300 lájkunk van. Látnátok a fejeket itt szembe, kajakra beálltam szembe bejárattal, és itt nézik, hogy én itt behajolva a kesztyűtartó felé beszélgetek magammal. Köszönöm, Ferenc Papa Rózsát, szia, hogy itt vagy, köszönöm. Csak szép felé, köszönöm. Gratulálsz a szerelmek, Tomis, halom. 33, köszönöm szépen. Átadom neki, ha éppen most nem hallja. Úgy van, Ferenc. Ezt én tegnap le is zártam, el is engedtem. Haladunk előre, vissza meg nem nézünk. Aki meg a hátunk mögött beszél, az meg a hátunk mögött van. Így van? Tudtad, hogy az Ada a Cardano tikkeres egyben az első 10 legjobb? Nem. Igazából ennek a felét nem értettem, de biztos dicséret volt. Kopasz 38 megérkezett. Így van, ennyi. Nem foglalkozunk senkivel, csak magunkkal. Ez a szlogán, nem is láttátok. Elég volt belőlem, beszéljünk magamról. Hú, na, tök rosszul ülök, hogy így fogok csinálni, lássam a kommenteket. Szia, Totali Itala. Jó, csak a nehezeket nem tudom ám kiolvasni, Vivien. Köszönöm, jól vagyok, te hogy vagy? Csak úgy repkednek itt az emberek, nem bírja az irányító torony. Szegény Kevin. Sicsúgy, paf, 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 én is látom. Hát jó van, előbb-utóbb elfogynak, és akkor már csak mi maradunk itt a kemény magok, itt tudnak viselkedni. Igaz? Nem vagyok szingli. Férjem van, köszönöm a kérdést, szívem, legközelebb felbukkan az a jó ember, akkor szönnyugodtan a helyére teszem. Nagyon szépen köszönöm, Béci, tényleg. De reméljük, hogy nem fog. Tanárnő, egy újabb késő diák, még egy beírás, szigorú vagyok ma. Szia, kopasz, csinos vagy, köszönöm, Lili, szia, szép napot, József Vas. Jessica Rabbit. Hello, hello, Jessica Rabbit. Azért az ott fogós kérdés volt, már mondjuk jó rég volt, több mint egy hónapja az a live, ugye? Pedig azt a filmet szerintem mindenki látta, vagy ne, ja, hát a mi generációnk mindenki látta.
De csak én tudtam a megoldást. Roger nyúl a pácban. Mi a gyenge pontom? A hülye kérdések. Azokat rendkívül rosszul tolerálom. Minden csináljunk 04, köszönöm szépen. Ferkó 182, szia. Szia Irma, olyan csinos voltál. Tök jó lett a videó. Köszönöm a követéseket. Feltételezni sem merem, hogy akkor ne feltételezges. És lehet, hogy más live-ba fogsz ezentúl feltételezgetni. Sejtettem. Egy szigorúság van, szépen kell viselkedni. És mindenki legyen kedves. Csinos vagy, mint mindig. Köszönöm szépen. Te nagyon csinos voltál. Én azért nem csinálom meg ezt a csizma feldobósat, mert tuti fejbe dobnám magamat valami. Beleállna a magas sarkom a fejembe. Hol van ilyen jó idő? Pest megyében vagyunk. 29 fok van. Tök nyárias még mindig. Nyárias még mindig az idő. És kíváncsi vagyok, hogy meddig lesz ilyen szép időnk. Szia Tomi, örülök, hogy itt vagy, és köszönjük, hogy jöttél. Amúgy meg meleg van. Milyen nyelven beszélek? Hát, kínaiul. Tegeződhetünk, hol lakik. Remélem sokáig jó lesz. Én is nagyon remélem, úgy szeretném a jó időt a télen. Majd félek, mi lesz télen. Sok jó kedvet ne várjatok, olyankor zombi vagyok. Nagyon sok. Szitakötő. Igen. Nagyon sok külföldi vendégünk van ma is. Észrevettétek? Franciaország, 24 fok. Üdvözlünk Franciaországból. Köszönöm a követést. Csütörtökig, ha jól mondta a Retro Rádió, igen? Akkor bele kell húznunk a napozásba. Szia Tomi! Szia Tomi! Szabi! És még angolul is szemtelenek. Nem tetszik megmondani. Meg ne tetszékezzünk már. Itt az én live-omban tegeződés van, tudom, hogy van, aki akarja, hogy magázzam, nem fogom. Akinek nem tetszik, kiléphet. Itt tegeződünk. Nem magázolunk. Gyerekeket várom, igen, Hollandia 22 fok. Akkor ott a reggel már hideg volt Hollandiában. Szia Attila, szia Peti, szia Palajkovics. Szia Beautiful. Csókolom, azt a de szép, köszönöm szépen. Na mindenki akkor írja le, hány fok van nála, és eldöntjük, hogy kihez megyünk nyaralni a héten. Németország 19 fok. Nem egy jó hely. Jól telik a napom, vidáman indult. Jó kedvem van, köszönöm a kérdést. 17 fok reggelőtt. Úristen, bunda bugyi, mamusz. Még a fejemre is zoknit húznék. Ausztria 22. 32, Zoltánál 32 van, de azt nem tudjuk, hogy hol. Megyéket írjatok, nem kell, hogy település legyen, vagy ha valaki más országból követ minket itt az eseményeket, akkor az országot írja. Olaszország 29, Amerikában, hát mindig jó idő van, fürdőbe 34. 37, Románia, Siófok 26, Barcelona 28, Tenerife. Na hát egy csomó helyre mehetünk a héten, Pest 26. Akkor én a napra álltam. Szlovákia 27. Kína 50. Oda nem megyünk, ott Covid van. Ki tudja mi? Én oda nem megyek, ne haragudj. Akármilyen jó idő van ott, még egy pár évig nem megyek. Lajos Mizsa 32 fok. Lajos Mizsére sokat jártam régen. Hello Pék Csávó, jól láttam, hogy itt vagy? Igen, jól láttam. Nektek is szép napot, sziszi puszilom. Már csak Kínában nincs Covid? Megint szar helyen vagyunk mi? Hihetetlen. Covid van, azt mondja. Mi mindig a Covid rossz felén állunk, észrevettétek? Van az a mondás, tudjátok, hogy nem mindegy, hogy melyik végén állsz. Mi a Covid szempontjából mindig a szar végén állunk. Kína alapból fertő. Ott köpködnek az utcán, már mint hogy ilyen megszokott, elfogadott, hogy köpködnek az utcán. Na, azzal a sírba lehet kergetni ezzel a köpködéssel. Tudjátok, amikor csak úgy puff, köp egyet, de minek?
Köszönöm, Georgi, a követést. Komárom Esztergom megye 37. Szia, user, sok betűből álló. Köszi, hogy bent voltál a live-omba. Nagyon-nagyon szívesen. Én live-ra járó vagyok. Ahol live van, én ott vagyok. Trollkodok, amúgy meg csak mondom, hogy én megyek trollkodni, de ilyen vicces be. Hello, bello, Orsi! Orsi visszatér, tök jó az új videó. Írtam is. Kapja be a vírus, ugye, Orsi? Toljuk tovább. Azt mondja az Atika videójában az egyik kommentelőnek, hogy csókolom. El lehet tolni a biciklit, beszartam a röhögéstől. Szia, kicsi! Ez nem egy Tesla. I love you! Mint egy brazil szappanopera, komolyan mondom. És megint besötétedett a kijelzőm. Pedig már minden is át van rajta állítva, hogy ne sötétedjen be. Most mondjátok meg, hogy mi a baja. Medox, most egyszerre végeznek. Egyszerre végeznek. Most meg elállítottam a szűrőt, vagy mi ez. Ez egy iPhone, de már át van állítva, hogy ne sötétedjen be, hogy... Most miért nem kellett volna az időt, hogy hány perc után csinálta ezt? Jó a szűrő, amit felrakott, vagy a... nem tudom mi ez? Húzzak valamerre? Nincs barátom, nem keresünk barátokat. Mármint, hogy... Érted? Férjem van. Jó volt úgy is, de most már elállítottam, mert nem látok semmit. Gyerekek, mi csinálja ezt velem? Melyik volt? Ki ez a rusnya csaj itt? Szóljatok hozzá! Melyik volt? Igen, az. Írjátok már, hogy jó, nem jó. Na jó, nézzük végig mindent. Megcsinálj, mint egy albino. Nem tudom, miért sötétedik be. Gyerekek, nem találom magamat. Ez a normál. Azt írta, hogy normál. Normálisan nézek ki? Hát ez hihetetlen. Hello Infinity, hogy állandóan besötétedik. Várjátok, egy kicsit kiveszem, hát hogyha tényleg a fény a baja. Nem az a baja. Szia Zsolti! Stella, igen. Gondolom, hogy most jót állította. Toyota, nem Toyota? Tökéletesen. Nevet ki. Késő. Most szólsz, mert mindjárt visszarakom. Szia, ma is csinom, hogy köszönöm szépen. Szia, Laura. Köszönöm szépen a követéseket. 4300 like-nál tartunk. Csak így tovább. Több like, több néző. Mondjuk vagyunk elegen, nem? Hello from Serbia. Hello neked is. Köszönöm, Tompi Portik. Rose gold, igen. Micsoda sas szem. Nos, én akkor csak némítok. Nem kell némíteni, én úgy gondolom, hogy akiről úgy gondoljátok, tudjátok, hogy mi az a túlszemélyes kérdéseket némítsuk, és akkor kapnak egy másik lehetőséget, a szexuálisakat tiltsuk, mert ők úgyis ezt fogják nyomni mindig, ha visszajönnek. Kevin tiltogat. Rátok van bízva? Eddig még csak egy valaki, úgy elfárad a kezem. Ezsibat a kezem, gyúrnom kéne. Eddig még csak egy valaki írt rám, hogy miért lett kirakva. Ugye, Kata? Katát visszaraktuk. De a Pék csávó elmondta neki, hogy túl sok volt a személyes kérdés, és akkor azóta a Kata nem kérdez személyeseket. Ez történt. És azt nem értem egyébként, meg... Nyomkodok rajta gombokat, de kézzétek, nem jön ő vissza a világossága. Visszaraklak titeket ide. Ha kilépek, még soha nem történt ilyen, hogy véletlenül rossz gombot nyomognak, de ha esetleg kilépek, vissza fogok jönni. Ha nem, akkor meg nem. Mi folyik itt gyöngyösen? Gyönyörű vagy. Köszönöm, kibaszott pillangók a bókot. Pedig kibaszott pillangók vannak a ruhámon. Jó, mondjuk csak egy fél. Ez itt megdöglött. Automatikus fényelőre van állítva, nem? És ha világosabb van, akkor a sötét lesz. Én azt...
Állítólag azt most levette tegnap a férjem róla. Itt voltam, Meli? Várjatok? Nem, csak földobta, hogy a Melit behívhatnám. Én időkorlátosnak látom ezt. Itt a Meli. Előre láttam, hogy itt a Meli. Hello, Meli! Szerintem időkorlát. Ez mindig olyan, mintha egy 20 perc beszélgetés után jutnánk el erre, és a következő 20 perc után majd még sötétebb lesz, akkor meg ne várjatok választ. Akkor gondoljátok, hogy mit válaszolnék a kérdéseitekre, de én majd azért lököm a sondert, ahogy szoktam. Én írok az elején, mikor kevesen vannak, de ilyenkor... Jó, hát lehet csöndbe is lehet nézelődni, tudjátok, hogy nekem mindig van témám. Időm is elég van írni a tiltások miatt. Jó van az úgy. Szia, nagyon jól tartod magad, két gyerek után mi a titka? Nem tudom, mi a titka. Itt sosem voltam az a típusú lány, aki bármiért is elhagyná magát. Az én mottom az, minél szarabból érzed magad, annál jobban kell kinézned, és ezt halálosan komolyan gondolom. Mellettem nem unatkoznak az emberek. Szép napot kívánok, én is, szia, de nagyon sajnos, hogy puszika. Köszönöm, Zoli. A gének. Hát, nem biztos ám. Nem biztos, van egy nővérem, és nem hasonlítunk egymásra. Teljes ellentét. Mindenféle nézőpontból. Milyen az autó? Mi a véleményed róla? Imádom. Imádom. Nagyon vártam rá. Vágytam rá. Sokat vártam rá. Nagyon szeretjük egymást. Minden nap kimegyek a garázsba megpuszítgatni, amikor éppen nem ülök bele a kocsiba. De most össze van, már új lenyomatozva. Gyerekek összefogdosták, úgyhogy majd teket örölgessem. Gyönyörű, szép nagy szemed van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 10.100 like, amikor azt mondtam, hogy akkor volt 10.000, csak lassú voltam. 10.100 like, köszönöm szépen. Barátnőddel együtt vagy még? Nem, miért ő azt mondta? Jó idő van nálunk, 29 fok. Szia Csaba, hogy vagy? Köszönöm szépen a követéseket. Az orromon van valami? Szerintem ez csak fénylik. Ne idegesítsetek föl. És csak most szólsz, hogy van ott valami? Amúgy nem most, hogy már itt vagyunk. Négy szem közt. Tényleg ott valami az orromon? Elmondom nektek, képzeljétek el, miatt öregszek. Lejött? Dohány! Fogyasztása rossz hatással van a kiskorúakra. Ki cigizett itt? Ki jelentett be, hogy cigizek? Na jó, van mindegy. Na azt akartam mondani, hogy mióta öregszek, majd figyeljétek meg magatokon, már több emberen is észrevettem, elkezd így porcosodni az orr, és most lett itt egy ilyen hülye V betű. Most jó, nem látszik, de tényleg hülyén néz ki, mint egy ilyen fél szívecske. És tök idegesítő. Na mindegy is. Most be vagyunk jelentve, hogy cigiztünk. Tuti, hogy ti ott cigiztek a képernyő másik felén. Be vagyunk jelentve, hogy cigiztünk. Új emberek nem fognak tudni bejönni. Azt hiszem 15 percig, úgyhogy mit fogunk csinálni? Amit fogunk csinálni? Cigizni fogunk. Legálisan. Mert már kétszer már nem lehet érte bejelenteni. Szerintem rossz gombra nyomod, biztos valami mást akart kiválasztani a jelentésnél. Na! A Mona miatt van, minden a Mona miatt van. Múltkor a pékcsávó miatt kellett itt véletlenül kilépnem a saját live-omból. Most meg bejelentenek, mert a Mona itt rágyújtott. De már be se dobja fíjbe, nem is baj. Legalább ilyen szűkösen vagyunk, itt tudunk beszélgetni. És már tudjátok, hogy az orrom is öregszik az orrom. Az arcom többi része nem, csak az orrom. Nem tudom, hogy kell szépen mondani, de ilaf. Ilaf. L-E-E-A-F. És
csak hogy tudjátok, mikre jók a live-ok, egy live-ba segítettek nekem beállítani. A Nikosz Niki, a Török Tomi, ki volt még ott? A Niki a párjával volt, ott volt a Norbi, és egy csomó segítséget kaptam a kommentelőktől, mert nem tudtam elindítani. Hú, várjatok, itt valamit láttam. Elektromos. Igen. Tényleg volt valami az orromon? Nem, most az ott ezen parázok. Mondjuk fikás tuti nem volt, ha itt volt. Ilási, azt is írja? Hát itt nem ír rajta. Azt írja, hogy IQ I200, és két U-val írja az IQ-t. És nem Q-val, hanem K-val. De amúgy 138-139-en vagyunk, szóval lehet, hogy jönnek be újak, nem? Vagy nem? Vagy csak azok jöhetnek vissza, akik voltak, mindegy. Köszönöm, ezt a fajtát nem ismerem. Amúgy sokkal jobb, mint az a... Az összes többi, szia Fruzsina, a többi az olyan volt, hogy így elgurult, tudjátok, hogy kerek volt, és ez hello, Tibi Csoki, azt mindig levertem. Nem gőzölök egy nagyot, mert már látod, már múltkor azért voltam bejelentve, hogy vezetés közben live-ozok. Igaz, hogy közben kiszálltam, meg visszaszálltam, de ment az autó. Haladtunk egyenesen előre. Jó? Tícsatok! Úgyis visszajövök. Ott volt az igazgató helyettesnél, és szerintem biztos nem tudta, kivel beszélgetek, gondolja. Na, ez is megkettyózott már egy év elején egyből. A zenét írtátok? Vegyem hangosabbra? Hú, Pékcsávó lájkot küldött nekem, egy álmom vált valóra. Az Icosba... Na már itt is itt vagy? Hány ingerem van tőled? Kaptam, képzeljétek el, Instán egy üzit. Lehet, hogy a kis barátunk újra rám talált. Hány ingerem van tőled, ezt írta. Undorító lófejű patkány dömen egy Instagramon hozzászólt a fotómhoz. Valaki nézem már meg, ki ez, aki ráér átmenni az Instámra. Mindenhol ott vagyok. És lófejű is vagyok. Fogok csinálni egy ilyen videót, amiben éneklem, hogy lófejű vagyok. Bocs, talak. Megnézi Tibi Csoki, köszi! Azt hiszem a nulla vendégkérelmem van, Meli. Azt nem köszöni meg. Mit? Mert ők lemaradtam, megakasztott ez a kis... Fügyfügy. Valami rossz csöves szaj, ha lettél. Írogat végig folyamatosan. Olvassam nektek? Ki ez te? Jaj. Új hét, új remények, mi? Na jó, azért nem akasztjuk meg a live-ot, mert ő itt most kiéli az agresszióját rajtam ismeretlenül. Mert ha ismerne, nem írna ilyet. Legszebb nő vagy Magyarországon. Köszönöm szépen, sok az irigy. Hát látod, csak úgy jönnek itt nekem. Valami arab? Igen? Tényleg nem tudom. Most már szavazást fogok indítani. Lófejem van? Eskü rossz a kamerabeállítás. Szarájfon lecserélem, mert kajaklónak nézek ki benne. Fogok rendelni egy ilyen maszkot, tudjátok melyiket? Azt a azokban a filmekben szokták így felhúzni. Csak egy ilyen lófej. Na most itt a Meli. Ezeket hozzászólásba írja a képemhez? Megjöttem. Megjöttem. Hát, ez nagyon izgalmas. Pont az, akire gondolsz, szia. Már bocsánat, de nem akartam, mert kevés dologra úrok, de ha a férjemet veszik a szájukra, akkor abból gond van.
megint nagyon csinos vagy. Köszönöm, Zoli, köszönöm szépen. Most láttam a videód, jó volt, köszönöm szépen. Bojlis, Zoli, szia. Bocsánat azoktól, akiknél megszakítottam a live-ot, elintéztem a csávót, mert ne írogasson itt a családomról, meg a gyerekeimről ilyen csúnyákat, őrület, már hova jutunk. Nem tiltottak. Nekem kellett kilépnem, hogy letiltsem ezt a... De láttam, hogy ott írogattatok neki, cukik vagytok, köszönöm szépen. Kapott egy kis hírnevet. Amúgy, csak mondom, Tibi Csoki, hogy egy ideje várta a követésem viszonzását. És szerintem rosszul esett neki, hogy nem követtem vissza. És eddig volt türelme. Várt, de nem lett köztünk kapcsolat, és ezért oda kellett ezeket írnia. Köszönöm, szép a Honda belülről, igen. Én is követlek. Köszönöm, Stefán, köszönöm szépen a követést. Gyerekek, szép jó reggelt, Norbi, Norbi. Azt hittem új hét, új remények, de egy újabb idiótát bevonzottam. Így kezdjük a napot. Ott ki vannak maxolva moderátorok számai, köszönöm szépen. Így is, akik most újak lettek, azok mások helyére kerültek be, szóval akiket, hogy rakjak olyan moderátorokat, akik ritkábban járnak hozzám előre, és elnézést kérek érte. Nem bírta, hogy nem kellett neked. Eskü nem tudom, mi van velük komolyan. Tehát írogat, üzeneteket írogat, bejelöl, nem. Nyilván nem olvasom el, ha olyan jellegű nem válaszolok rá, nem jelölöm vissza, és akkor 2 nap múlva meg puf, nem tudom, úgy kell föl minden reggel, na, visszajelölt, nem jelölt, a kurva anyját, akkor odaírok minden szart, ez történik, mi? Köszönöm, Levente Albert, hogy követsz. Jaj! Hát, ez van, na, ilyenek az emberek. Na nem mindegyik, de látjátok, hogy sok ilyen van. Ki? Hát most megint volt egy ilyen újabb. Ezek rajongók, valljuk be, ezek rajongók. Ugye? Jaj, szép a ruhám, köszönöm szépen, máj 77-es ruha. Igen. Már tudom, hogy a csillagok tőled tanultak meg ragyogni, de kedves egy, köszönöm szépen. Lehet a sok tini mindenki emberére akad. Azért keresnek be. Ja, hát nyilván nem izét akarnak leveleket írogatni. De jó lófejed van, köszönöm. Én vagyok itt a TikTokon az egyenlen lófejű ember. Most fogom levédetni, és éppen készülök átírni a usernevem, csak itt most nem tudok közben a beállításokon változtatni, de én vagyok a ló. És köszönöm szépen, hogy észrevetted. Mert ha nem írod le, akkor nem tudjuk meg, hogy lófejem van. De most, hogy leírtad, tök jó, hogy mindenki tudja. Mert alig vártam, hogy észrevegyük. Gyula Farkas, szia, szép napot! Kell neki a repjegy? Hát kívánja, na! Befizetett rá, bérletet váltott. Jaj! Márkó Márkovics nulla! Be vagy mondva! Gyönyörű vagy, köszönöm szépen, Alex Tojka, szia! Köszönöm szépen a követéseket, köszönöm szépen a követéseket, köszönöm a pozitív jelzőket, a negatívakat is köszönöm, azt is köszönjük meg, hát csak időt, energiát szánt rám ma is mindenki. Szia Juan, 33, köszönöm szépen a követést, köszönöm szépen. Ó, csomó mindenki csatlakozik. Bocsánat, hogy az előbb kiléptem, visszatértem, visszatértem. Pozitívan csalódtam benned. Mindenki ezt írja, hogy pozitívan csalódott bennem. És ugye milyen jó, hogy megismertetek? Milyen jó, hogy van ez a live funkció, igaz? Én szerintem ez tök jó, mert különben csak látnátok egy videót rólam, amiben 99%-ban másnak a hangjára tátogok. És akkor gondolnátok, amit gondoltok, így meg rájöttök, hogy amúgy az én is lehet szeretni, mert cuki vagyok, na, cuki vagyok.
Most hol vagy? Itt az új parkolóban vagyok. Én gyerekek, ez, na jó, ne vigyük el negatív irányba ezt a live-ot, de 99 engedélykérésem van az Instagramon. Ennek majdnem a 100%-a pali. Mind olyat írogat, amit egy férjes asszonynak, aki a gyerekeivel rakja ki a fotóit az Instán, ne írogassanak. És ha én erre nem reagálok, akkor már mindjárt ki vagyok találva, hogy én egy ribanc vagyok. Ez történik most. Mert már érted? Tehát addig nem voltam az, amíg esetleg lett volna lehetőség rá, hogy beszédbe elegyedjünk, de most, hogy nem beszélgetünk, és leesett neki a tantusz, mert mit tudom én, két napja várja, hogy az üzenetére válaszok, most már az vagyok, most már ribizli vagyok. Én vagyok itt a bokron a legpirosabb ribizli. De hát mindegy, gondoljon, amit akar, nem az ő véleménye. Lófejed, na szerintem, ha így látja, akkor csak egy csillagpóni vagy. Így van. Egy unikorn is. Ja, lehetnék unikorn is, nem? Azt is írhatnák erre, mit írt? Lófejű pöcs, ezt írta. Ilyen névvel, hogy Ada bébi mire számít az? Hát így hívnak. Adának hívnak, és otthon baba vagyok, meg bébi. Nem számítunk semmire. Itt a TikTokon semmire nem számítunk. Itt jövünk, felkészülünk a felkészülhetetlenre. Fogadjuk a csapásokat, az elismeréseket, azt is szoktuk. Savanyú a szőlő. Hát, valami ilyesmi. Így van. Így van. Nem keresem a kenyeremet, sütöm magamnak otthon. Minden nap. Én ilyen kenyérsütős lány vagyok, nem eszek bolti békárút. De köszönöm a kérdést, és hogy itt voltál velünk. Gyere máskor is. Ja nem, mert nem tud. Jó van, lépjél ki, nem kell ezt bejelenteni. Kösz, hogy itt voltál. Gabusz, szia! Szia! Ne foglalkozz velünk. Ne foglalkozz semmivel, egyes zsemlét kiflivel. Így van, nem foglalkozok velük, csak egyszer már nem értem, hogy ők ilyen üzeneteket kapnak minden nap, és akkor azt most vissza kell adni valaki másnak. Szép vagy, nagyon köszönöm szépen. Hogy vagyok? Jól vagyok. Jól vagyok. Egy kicsit átgondoltam a választ. De hát ez nem veszi el a kedvünket, nem? Egyébként meg sosolom a brigádot, meg kicsöngettek. És mondjuk nem, mint hogyha itt pont telibe szembe a bejárattal szemben nem vennének észre, de azért figyelem őket, hát hogyha nincs bikám. De te se legyél senki. Szia, Sándor Gábor Maci. Amúgy nem értem, kulturáltabbnak. A kulturáltabbak közül nekem is. Miért ugrik el mindig? Egy-kettő megfolyt a fejembe, de sajnálom, nem tudtam végigolvasni, állam elugrál. Köszönöm a követéseket, köszönöm a lájkokat. Nem tudom, visszajöttél a pékcsávó. Most hozzá kell adnunk a 622-t az előző számhoz, hogy így muszáj volt, megakasztjuk a live-ot, de én vagyok a hülye, hogy megakasztottam. Jó volt az úgy, nem? Amiket írogatott. Ja, tiltsatok nyugodtan, nem kell némítani. Nem kell némítani. Egy esély van. Most már ez a második live, bocsam, ugye a harmadik, de a második sulipáros live ma. Nincs több esély. Első live volt, némítottunk, most visszajöttünk, visszajöttek, nincs kuka. Aki olyan, az kuka. Sajnálom. Tudjátok, hogy velem lehet beszélgetni normálisan. A többi meg miért van itt, ugye? Mondjátok meg az őszintét, a frankót. Szerintem ti se szívesen olvasgatjátok a negatív kommenteket. Én se. Hetente mennyi időt vársz a gyerekekre? Brutál. Most írtam össze, az 5 napból ez az egy nap, amikor egyszerre végeznek, de most direkt hamarabb jöttem egy kicsit, és egyébként minden nap itt fogunk üldögélni, megvárni. Szia, TikTok Retro csoport! Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok és csatlakoztatok hozzánk. Imádjuk a zenéiteket.
Gyönyörű vagy, köszönöm szépen. Köszönöm a követéseket. Voglárka 04 követi a házigazdát. Ez az. Hello, Walter! Hello, Walter! Levágtad már a hajad? A Walternek le kell vágjuk a haját. Most próbálom rábeszélni, hosszú haja van, és egy hete azon melózok, hogy rábeszéljem, hogy levágja a haját. Kellemes napot kívánok én is nektek, TikTok Retro csoport. Viszont kívánom, hogy kellemes legyen a nap. Ja, mindenkit ki kell rakni. Nem kell itt. Nem kell némítgatni, mert úgyis így fognak velünk beszélgetni. A Walter a legjobb. Imádom. A kacsaszoros videója a best most nálam. Maddox megérkezett, képzeljétek el. Nem lát. Ilyen diszkréten oda dudáltam. Csak az összes gyerek nézett ide. Hello! Ha miért dudálok? Mert az öcséd meg megy másfele. Jaj, nem láttalak! Dobd be magad! Szia, Lajbos! Szia, Lajos! Aha. Szia, Lajos! Megvárjuk, míg beköszönnek nektek, jó? Aztán utána megyünk ebédelni. Én felavattam az új parkolót. Egyedül én mertem beállni az új parkolóba. Amúgy tök jó. Lehet, hogy ez az én privát parkolóm. Annyira menő kinyitod vagyok. Az ajtót? Nem, hát hogy bárki be tud szállni, hogy kinyitom az ajtót. Aj, és lehet. Ja. Nyugodtan lány voltam eddig, de most már nyugtalanul fogok, hogy megjöttetek. Nem menjünk el. De megyünk. Teket vártunk, hogy beköszönjetek. Itt 169-en várják az én csodálatos gyerekeimet. Ide beintegettek a kezetekkel? Hello. Hello, hello. Megjöttek a banditák. Köszönjük a figyelmet. Meg nyúlom is a lábot. Te nem nyúlod le. Koszos kézzel nem nyúlunk bele, cicám. Le kell fertőtleníteni. Covid van. Nem nyúlom. Covid van. Na, köszönöm szépen. Mona üdvözölt titeket, és egy csomó mindenki. Köszönöm nektek, hogy sziasztok. Köszönjük, hogy visszajöttetek a második live-ra is. És két live-od volt? Kettő volt. Ketté bontottuk. Lefártottunk. Témákra bontottuk. Hát ez kurva jó live, csak néztem. Holnap találkozunk. Ugyanitt, ugyanekkor. Mindenkinek csodás napot, pozitív napot, vidám napot, foknevetést kívánunk. Yes? Nem. Tibi csoki is pusztít titeket. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Hello.